szombati telepítés célja az volt, hogy a horgászok számára biztosítsunk egy olyan élményt, életre szóló élményt ezekkel a nagy halak által, amiket most hoztunk a palotavárosi tóba, hogy egész életükbe visszaemlékezzenek pozitívan egy ilyen hal fárasztásra, ahogy húzzák a zsinort, ahogy küzdenek ezek a halak, és ezáltal szeretnénk a horgászokat megajándékozni ezzel az élménnyel, és bízunk benne, hogy körültekintően, odafigyelve fognak ezekkel a halakkal bánni, vagy ezekkel a halakkal bánni, hogy másoknak is meglegyen ugyanez az élmény. Az kicsi, az kisebb mindez. Látod, hogy ez mennyire nagyobb? Mert ebben vidáman belefér, de abban alig fér bele. Palotaváron az idei évben a halászati felügyelőség által előírt kontingenst már teljesítettük. Mi többet is raktunk a tározóba. Ugye nagy halak által már kusz is van a vizekben. A következő telepítés az valószínűleg már csak jövő tavasszal lesz, és szintén tervezünk még ilyen nagytestű halaknak a telepítését is. Szigorítjátok az őrzést is? Az őrzés is szigorodni fog. Mindenképp megpróbálunk maximálisan arra törekedni, hogy ezeket a halakat megvédjük, és a horgászok által befizetett tagdíjakból, illetve területi jegyárakból vásárolt halakat mindenféleképpen szeretnék megvédeni, hogy jó kezekbe kerüljenek, és mindenki megtalálja a számítását a vizeinkben, itt a város területén is, illetve a Hofesz más vizein is.